Szeretettel köszöntöm advent első vasárnapján a kalocsa-kecskeméti érsekség egyházmegye papjait, diákonusait, nővéreit és kedves testvéreit. Ebben az esztendőben annyiszor mondtuk, hogy ilyen még nem volt. Nem volt ilyen nagyböjtünk, nem volt ilyen húsvétunk, nem voltak ilyen vasárnapjaink, és ugyanezt elmondhatjuk az idei adventünkről, s várhatólag karácsonyunkról is, hogy ilyen még nem volt. És ez a ilyen még nem volt nem egy pozitív örömet jelent számunkra, hanem megpróbáltatást. Ezért kell lelki kapaszkodókat keresnünk ebben a szent időszakban, hogy lélekben megerősödjünk. És pontosan azokon a területeken, amit mindig végzünk. Az ember örökké úton lévő lény, örökké várakozik, örökké ismétel valamit. Ezt meg kell tölteni lelkiséggel és a hit szemével nézni. A mi utunk az végül is Jézus Krisztusba torkollik, hiszen ő mondja, én vagyok az út, az atyához vezető út. Tehát azt a mindennapiságunkat próbáljuk meg ráterelni Jézus Krisztus útjára, vele azonosulni gondolkodásban, lélekben, tanítását megvalósítani. Aztán az ember várakozik. Az ókori filozófus mondta, minden nap megszűnik valami, ami miatt az ember szomorkodik, de minden nap születik valami új, ami miatt az ember örvendezik. Igen ám, de van egy pillanat, amikor a Földön már új dolog nem születik. A keresztény ember számára ekkor is van új születés, hiszen remélünk és hiszünk az üdvösségben. És az advent erre emlékeztet bennünket, hogy az Úr eljön hozzánk, erősítse a mi reményünket. És aztán mindig ismétlünk valamit. Maga az egyházi év is egyfajta ismétlés, szent ismétlés, mondhatnánk 16. Benedek pápa szavával. És ha jól meggondoljuk, az üdvösség azért nem lesz unalmas állapot, mert kívánjuk az ismétlést, az Istennel való örök találkozást. Ez a mi adventi távolabbi célunk, de aztán a közelebbire is oda kell figyelnünk, hogy mit kell tennünk. Amikor valami magas vagy nagy vendéget vár az ember, akkor rendbe teszi a szobáját, környezetét, készít valami jó táplálékot, ebédet, vacsorát, még egy kis ajándékot a vendégnek útra valóul. Ezt átvihetjük az adventi időre is. A bűnbánat által lelkünket tisztába kell tenni, még akkor is, hogyha az a fajta Szent Jónás mindjárt nem áll rendelkezésünkre, mint amit megszoktunk, de a bűnbánat szelleme éljen bennünk. A lelki táplálékról ne feledkezzünk meg. Legyen az imádság, szentírás, olvasás, és azért vasárnaponként is, de a Roráté szentmisékre is el lehet jönni a szentmisére, hogy szent áldozásban részesüljünk, és valami ajándékot is illene adnunk. Ez az ajándék legyen a jó cselekedetünk. Maga Jézus mondja, amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek. Tehát nem újjon el adventi nap annélkül, hogy ilyesfajta összeszedettséggel, igényes készülettel ne tegyünk valamit. A napi bűnbánattal, a lelki élet gyarapításával és a felebaráti szeretet megtevésével. Mindannyiuknak, paptestvéreknek, diákonusoknak, nővéreknek, és Krisztusban szeretett testvéreimnek, a híveknek,
ilyen áldott adventi készületet kívánok. Redemptoris mater, quae per via celi morta manes, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante. Tuum sanctum genitore, Virgo prius ac posterius, Gabrielis amore, sumens illudare, peccator.